Az árvízi árapasztó rendszer már évek óta működik a Felső-Tisza vidékén. Jelenleg három nagy elkészült tározó van a megyében, amelyekhez egy újabb Tisza-túr közén tervezett műtárgy építése kapcsolódik majd. A jelenlegi beruházás keretében megvalósuló üzemirányítási és monitoring rendszer feladata részben ezeknek a tározóknak az összehangolt működtetése. 2,5 milliárdos KEHOP projektről van szó, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a területen érintett három vízügyi igazgatóság összefogásával valósul meg. A legfőbb cél az, hogy a megépült és megépítendő létesítményrendszerek elsősorban az árvízi tározóknak az összehangolt üzemrendjét dolgozzuk ki, megfelelő távjelzőrendszer kiépítésével, előrejelző rendszerek, modellek meghatározásával, hiszen itt az a legfontosabb, hogy optimális időpontban tudjuk nyitni az árvízi tározókat, és a legjobb, leghatékonyabb árapasztást előidézni a töltések közötti rendkívüli árvizek esetén, és hát természetesen az is nagyon fontos, hogy a feltöltött árvízi tározókból a vizet milyen ütemezéssel bocsátjuk vissza a folyóba, hiszen tudnunk kell, hogy mi történik az alsóbb szakaszokon is, és hát ennek nagyon komoly nemzetközi összefüggései is vannak, hiszen a Tisza árvizei a külföldi vízgyűjtőkön keletkeznek, nagyon fontos a román ukrán kollégákkal, szlovák kollégákkal a kapcsolattartás ez ügyben. Kovács Sándor, a beruházás szakmai vezetője azt mondta, gyakorlatilag a vízforgalmát figyelik az új rendszerrel, és a változásokból végeznek számításokat. Ha szükség van beavatkozásra, akkor pedig ennek a rendszernek az irányítása alatt működtetik majd a tározókat. A tározók segítségével mi úgy nevezzük, hogy ezeket az árhullámokat le tudjuk skalpolni, tehát a magas vízszinteket le tudjuk csökkenteni. Attól függ, hogy hol helyezkedik el a tározó, mekkora a tározónak a kapacitása, akár 60, de esetleg méteres vízszint csökkentéseket is el tudunk érni. Ez viszont nagyon komoly olyan szempontjából, hogy ezek a több mint 60-70 cm-es vízszint csökkentések lényegesen tudják csökkenteni a kockázatot, illetve a veszélyérzetet mind a lakosság számára, és természetesen tudják csökkenteni és segíteni a videkezőkben résztvevő dolgozóknak a munkáját. A projekt véglegesen 2019 tavaszán fejeződik be, de addig is szükség esetén már élesben tudják működtetni a meglévő rendszereket.